Csodálatosan szép napot kívánok mindenkinek, én Markó Rebeka vagyok, és ebben a videóban hoztam nektek egy különlegességet, soha nem csináltam még ilyet, viszont egy dobozos festéket fogunk kipróbálni a parókámon, ahogy láthatjátok. Méghozzá, ahogy már látjátok is, a Schwarzkopf Urban Metallics hajfestékét fogjuk kipróbálni. A kampány neve, aminek a keretein belül kaptam tőlük a csomagot, az a Bet on Red, tehát a fogadja pirosra, nevet kapta, de egy lila hajfestéket kaptam, ahogy látjátok, Bence be is mutatja. Amethyst Chrome U69-es árnyalatban itt vannak a csomag tartalmai. Van egy színelőhívunk, maga a színünk, természetesen a használati utasítás és a festés utáni hajpakolás. Elkezdtem négy részre felosztani a hajat, és ahogy gondolkoztam, rájöttem, hogy valószínűleg egy doboz, illetve maga ez az egy adag hajfesték, ez nem lesz elég az egész fejre, úgyhogy úgy gondoltam, hogy csak a felét fogom megcsinálni, remélem, hogy arra elég lesz. Ahogy látjátok, a színelőhívóba belenyomtam magát a festéket, jó alaposan összerázom, természetesen kesztyűt is vettem fel. Azt elfelejtettem mondani, hogy a csomagban is volt kesztyű, viszont én egy sima gumikesztyűt használtam hozzá. És ahogy látjátok, el is kezdtem felvinni a festéket, és a végeredményben is fog látszani, hogy ez a paróka azért elég sok tesztelés áldozatául esett már, ahogy látjátok, éppen itt látszik. Ezen próbáltam ki a rózsaszínt is, amit a hajamra tettem. Viszont azon kívül, hogy egyébként is foltos a paróka, természetesen ez egy paróka, és nem olyan könnyű a tövét befesteni, mint egy igazi hajnak. Remélem, hogy érthető egyébként, amit mondok, úgyhogy a végeredményben is egy picit látszani fog, hogy talán foltos. Én azt mondom, hogy ezt fogjuk a parókára. A festék egyébként kifejezetten krémes volt, és nem volt olyan büdi, mint amire számítottam. És ahogy látjátok, nagyon szépen jön is elő a szín. Hagyom, hogy megnézzétek, amíg befestem a maradék részt, és utána beszélgessünk. Ahogy látjátok, itt a végére nagyon elkezdtem küszködni a festékkel, ugyanis elkezdett vészesen fogyni, és kicsit pánikoltam, hogy a felére se lesz elég, úgyhogy miután az utolsó cseppeket is kiütögettem belőle, legalábbis azt hittem, egy nagyon picit felvizeztem, tudom, hogy nem a legjobb megoldás, viszont valamit muszáj volt csinálni, úgyhogy egy nagyon picit felvizeztem, és ezzel a kis kotyvasszal fejeztem be a festést. Ahogy látjátok, az utolsó cseppeket is kisajtoltam belőle, és átmentem még az egész hajon, hogy megnézem, hogy maradt-e valahol annyira nagy lyuk, amit muszáj bepótolnom. Látjátok, hogy teljesen szaturált, fél fejre volt elég az egy adag festék, úgyhogy ha magatoknak szeretnétek, akkor mindenképpen vegyetek többet, mert ha menet közben fogy el, az egy nagyon kellemetlen helyzet tud lenni. És látjátok, hasznos volt a kesztyű, ugyanis nagyon fog. A hatóidőt végig vártam, utána természetesen kimostam a festéket, ha jól emlékszem, akkor rendesen samponnal kellett kiöblíteni, de rajta van a dobozon, nem emlékszem rá pontosan. És miután megmostam a hajat, látjátok, ugyanolyan élénk maradt a színe, befújtam természetesen ápolóval, ugyanis attól, hogy paróka, nem szeretném, hogyha tönkre menne a haj. Olyan szárazra töröltem törölközővel, amennyire csak lehet, majd elkezdtem megszárítani először egy hajszárítóval, utána pedig jöhet a formázás rész. Yeah.
Itt, ahogy osztom fel a hajat, láthatjátok, hogy azért pár helyen nem kentem be rendesen. Emberi fejen ez teljesen máshogy néz neki, és hogyha bőven van anyagotok, akkor is teljesen más. Viszont ezután láthatjátok, hogy a Dyson Airwrap-nek a göndörítő kiegészítőjével elkezdtem csodálatos kis fürtöket csinálni. Majd miután végeztem az egész göndörítéssel, egy kicsit az ujjaimmal átfésülgetem, szétrázogatom a kis hullámokat, inkább loknikat, majd ezután úgy döntök, hogy úgy még jobban fog kinézni, hogyha kifésülöm, úgyhogy szépen óvatosan átfésülöm az egészet. És ahogy látjátok, pont annyi hullám maradt benne, amitől szerintem nagyon szépen néz ki. Majd megpróbálom kicsit körbeforgatni és megmutatni nektek, hogy hogy néz ki az egész. A legalja, ahol a legtöbb festék jutott rá szerintem, ott nagyon-nagyon szép, viszont pár helyen egy kicsit foltos maradt, de ettől függetlenül egyébként szerintem maga a szín az fantasztikus, és nagyon egyszerű használni. Az tény, hogy nem tudjuk, hogy milyen összetevők vannak igazából a csomagban, tehát nem lehet tudni, hogy hányas oxi van benne például, mint előhívó, de ha ezt nem veszük figyelembe, akkor nagyon egyszerű használni, minden megvan hozzá, csodálatosan szép színt kapunk vele. Úgyhogy ennyi lett volna ez a videó, a parókám jelenleg split dye parókaként funkcionál. Nem tudom, hogy mit fogok vele csinálni, de nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. A következő videóban találkozunk. Sziasztok!